Az időkapszula egyfajta kommunikáció a jövővel. A tárolóban elhelyezett tárgyak, írások, információt nyújtanak az eljövendő generációk számára egy elmúlt időszakból, jelen esetben a 2017-es makói mindennapok világából. Az új Makovecz könyvtár alapkövének február 17-i ünnepélyes letétele alkalmából is elhelyeznek majd egy ilyen urnát, melyben minden makói korosztály emlékeit, alkotásait várják. Hadd nyomot a jövőnek címmel írtunk ki pályázatot. Erre olyan pályamunkákat várunk, amit a gyerekek, vagy fiatal felnőttek, vagy éppen idős emberek, bárki a jövőnek üzenne. A műfaja nincs meghatározva, ez lehet írásos novella formájú, vagy papíralapon rajz, vagy fotó, vagy egyéb más ilyen üzenetet el lehet küldeni hozzánk, és a legjobbakat beletesszük ebbe az időkapszulába, amit remélhetőleg mondjuk 200 vagy 300 év múlva fognak kiásni, és képet fognak kapni arról, hogy a 21. század elején a makóiak hogyan éltek, mik voltak a problémái, milyen olvasási szokásai voltak. A beküldők díjazásban is részesülnek, és annak sem kell csüggednie, akinek az alkotása most nem kerül be a kapszulába. A beérkezett pályamunkákból ugyanis kiállítást állítanak össze, melyet a Városi Könyvtár idéglenes épületében lehet majd megtekinteni. Az időkapszulába szánt üzeneteket leadhatják személyesen a Szent János tér 19/A szám alatt, vagy elküldhetik elektronikus formában a könyvtár@makó.hu-ra.